A D-vitamin folyamatosan jelen van a szervezetben, ám fontos az optimális szinten tartása. Az orvosok azt tanácsolják, 3 éves korig csepp formájában naponta egyszer juttassunk a babák szervezetébe a vitaminból, mely elengedhetetlen a fejlődésükhöz. A legfontosabb ugye a csontok és a fogak fejlődése miatt, illetve hát nagyon sok újabb kutatás van már, hogy a cukorbetegségtől az autoimmun betegségekig, illetve az immunrendszer működéséhez is nagyon fontos a D-vitamin. Szívérrendszeri betegségek kialakulásában is megfigyelték a D-vitamin hiány szerepét. Ez a 6 éves kisfiú egyelőre a kötelező oltását kapta meg. Influenza elleni védőoltásból egyébként kisgyermekek számára 110 darab jut a kistérségben. 25 ezer körül szokott érkezni oltóanyag. Bár Magyarországon még nincs influenza járvány, Szlovákiában már felütötte a fejét a vírus, közepesen erős fertőzöttségi szintet mutat. A tapasztalat szerint még mindig kételkednek az emberek a védőoltásban, pedig ez az egyetlen specifikus megelőzési lehetőség. A védőoltások jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a megbetegedések olyan szinten vannak a világban, elsősorban a fertőző betegségek, amik eltűntek a földszínéről, egy csomó fertőző betegség. Ma már Magyarországon is a védőoltással megelőzhető betegségek olyan ritkák, hogyha ébe-óba behurcolt eset előfordul, az orvos kollégák gyakran nem is ismerik föl, mert nem találkoztak a betegséggel. Erre az évre 1,3 millió oltóanyag áll rendelkezésre térítésmentesen a legnagyobb rizikófaktorokba tartozók számára. Az orvosok azt kérik, mindenképpen oltassák be magukat, például a kismamák, a tartós betegségben szenvedők és az egészségügyben dolgozók is.